Sziasztok, sziasztok! Itt Miharu, és mai napon bele fogunk kukkolni, milyen ez a nevezetes Visage nevezetű játék. Azt tudom, hogy elég rendesen szívinfarktus törő, úgyhogy nem szeretnék annyira meghalni, illetve belehalni, de hát ez nem kívánság műsor. Igazából csak belenézek a játékba, és van egy nagyon rossz hírem. Én már elkezdem ezt a játékot. Bementem ide, ezt nem is találtam, hogy magyar, van egy magyar felirat, semmi. De mondom, jó, akkor majd letöltöm hozzá a magyar feliratot, hogy valami, belerakom. Aztán megtaláltam ott fönt a beállítást, mindegy. És meg mentem itt a híresség csarnokába, mint ezt fit fel is vettem. Csak nem kapcsoltam be a mikrofont. Szóval azt tehát ezt majd nem összevágom, és akkor így nem tudom, milyen a baki, bemegy a baki parádéba. Mindegy, és akkor alászinkronizálok, nem tudom, de jó. És akkor amikor észrevettem, tudod, amikor én nézek így erre a... Ugye, itt van maga a fő monitor, itt van egy másik, és itt a harmadik. És akkor nézek ide a harmadik monitor, és így... És észreveszem, hogy le van húzva az ikon a izének, mikrofonnak. Azt hittem, megőrülök. Éreztem a lelkemben azt a dühöt. Nem mondom, jó. Oké, akkor még egyszer. Úgyhogy mindegy. Szóval, töltögetjük a fegyvert. Hát ez csodálatos. Na, elraboltunk itt valakit. Vagy a feleségünk. Nagyon szép feleségünk van. Én is, hát... megértem a fegyvert. Itt meg a gyerkőcök is, hát... Oké. Oké. Oh. Jó van, végül is nem szenvedtek sokat, ez oké. De magunkat is megnyofantottuk, jó van akkor. Vagy mégse? De, na várj, ha lent a pincébe, az alaksorba megnyofantottuk magunkat, akkor hogy kerültünk fel a... valahogy, ami steril... sterilnek nem mondok rá, mint hogy fehér ilyen fürdőszobaszerűségbe. Garázsszoba, mi? Hát ez Mária szobor.
Micsoda? Ez a szoba egy központi tér, amely az első adásokat kielképez a játék során. Azokat hagyjuk a többféle módon, hogy össze beleértve a fejezet végének elérését. Miután összegyűjtött a délket, a tárgyak azonosan megjelennek ebben az előadási szobában. Jó, ugye ebben, aha. Az csodálatos. Jézus Krisztus. Jó van. Milyen jól járunk. Nincs is lábam. Jó van. Hogy szomorodjál meg! Ki az? Este van. Ki vagy? Nem. Hello, Twain. It's Rose, your neighbor. I know it's late, and I know that I tend to be a little anxious about small things. I apologize for that, but I'm getting a bit worried. I haven't seen you out of the house in about 3 weeks. Is everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? All right. Bye-bye. Okay. Kukkol a szomszéd! Hát engem te ne kukkolgassál, jó? Azt a demenő! Hallod, milyen házam van, hagyjál már! Hát ez nekem nagyon bejön! A szomszéd! Szomszéd! Jól vagyok! Mi? Jó van. Aha. Egy deretkes ez a padló, vagy mi van vele? Hát ezt fel kéne az egészet csiszoltatni. Azt le kéne lakkozni. Jó van, segítem zavar. Jó van. Beragad, hát persze! Egy kis... Egy kulcs, egy kisméretű... Tükör. Azt én meg vámpír vagyok, meg még tükör képem sincsen. Hát ez jó van. Hoppá, hoppá, kezdődnek az események. A karakter egy utolsó kihatása van a játékmenetre. Hát ez csodálatos. Ha túl sokáig tartózkoz a sötétben, csökken az esik szinten, ami bizonyos dolgokat még meg is változtat. Az csodálatos. Jó, tiszta amnézia. Oké. Okay. A karakter egy a bal képernyős a sarkában, vagyis nektek az az oldal, nektek itt alattam. Ikon jelzi, ha az agytiszt látható, a karakter egy óvatosság veszélyesen alacsony szintre csökkent. És emiatt veszélyes események fognak történni. A vörös felhő ikon akkor jelenik meg, ha stresszes helyzetbe kerültél, mely csökkenti a karaktered józanságát. Hát szerintem ebben a játékban biztos, hogy lesznek ilyen dolgok. Azt kell mondanom. Két fajta tárgy létezik. Fontos és dinamikus tárgyak. A dinamikus tárgyak a dinamikus leltáradba kerülnek, ha lehetséges. Ezek általában eldobhatók. A fontos tárgyak mindenképp szükségesek az eladásra, lalala, és a leltáradba kerülnek. Oké. Okay. Találtam egy feljegyzést. És akkor az most hol van? Invertor I? Nem. Tab? A tab? Oké. Okay. Jaj, de jó. Nem látod a garázs kulcsot? Azt mondja, próbáld meg a... Mi az a... Jeans a... Hogy hívják? Farmernak a zsebébe, a laundry a mosószobában, vagy hogy mondjam. Mosó... Ja. Mint mindig. Oké. Okay. Ja, itt van. Oké, most ott keresed, valószínűleg a farmer zsebében lesz a mosókonyha. Mosókonyha, jó, oké. Okay.
Mint mindig. Majd később megköszönöd, drágám. De így kell, ilyen izével. Aha. Palancs események véletlenszerűen fordulnak elő a játék során. De jó! Tudom meg bizonyos ezeket az eseményeket, mivel akadályozza. Az eladásodat nagy mértékben csökkentik a józanságodat. A karakter józanság mellett kihat a palancs események előfelesek számára is. Ja! Szóval minél hülyebb vagy, annál több jön. Jó! Fasza! Tanul meg beazonosítani. Hát az nagyon szokott menni. Sose. Oké? Okay. Az eladásodat eseményeket előfelesek az eladásodat. Nagyon mértékben csökkentik. A józanság! Oké, hát ez csodálatos, ez kurva. Én tiszta józan vagyok. De van zárva, hát nyilván. On another note, today we got a special guest with us, and we're gonna have a lot of fun with him. His name is Clayton. His whole family. Amúgy nekem bejön, hol a francba lakunk? Ilyen angliásos beütése van. Halló? Kurva. Vagyis semmi baj. Számítottam rá. Nem kezdhetsz bele egy másik fejezetbe, míg azt a fejezetbe nem... Azt a kurva... Jó. Dolor az fejezet. Egy torzáló. Mit vettem föl? És nem mehetek ki? Hát persze. Most mi van? Ja. Egy kicsit látszik az agyam. Az baj? Hát az baj. Jó van. Nem mondom, hogy pisilni kell, de... Rendesen be vagyok szarva. Most ahol nem megyek, kikapcsolom azt a retkedéket. Tuti valami lesz. Jó, Én bemegyek ide. Ja, nem lehet. Hol van az inventory? Ja, igen. Milyen ez? Ez, kis tükör. Várjál, ez a... De hát... Hát itt van. Oké, és vagyok stresszelve. Olyan stresszes vagyok. Nagyon be vagyok stresszelve. Látszik az agyam. Meg minden. Na jó van. Egy picit már látszik az agyam. Úgyhogy szerintem igazából is fog.
Gyűlölöm ezt a házat. Mint a szart! Ó, de jó kis kép. Na. Nyissad be! Ja, kifele. Jó van, már elfelejtettem. Ja. Ez ugyanaz a szoba? Aha. Hát. Mi? Szerintem én itt leélem az életemet itt ezen a kanapén. Szerszok vagy még 20 szál. Hogy 20 doboz. Cigi! Ez meg van oldva. Érted? Jaj, mamá! Jó van. De fel kell menned az emeletre. Tehát ez... Ez olyan biztos, hogy itt nem sétálok. Esküszöm, jól néz ki. Nagyon! Mennyi az idő? Nagyon tetszik amúgy. Most komoly! Alá lett fosva. Jó van. Nem probléma! Csak megijedtem. Mm. Csak stressz. Stresszes akarok. Jó. Nyugodj. Meghalt. Mi a franc vagyok itt? Ez a szomszéd. A gyertyák mozdulatlan fényforrások, melyeket öngyújtóval lehetséges meggyújtani. Ha a gyertyával a kezedben mozogsz, kialszik a lángja. Sokáig égnek, és fényforrásként megnevelik a karakter gyorsasági szintjét. Hát... ez csodálatos. Csávó, az mi a... mitől stresszel? Most komolyan kérdezem, hogy mitől stresszel a csávó? Tehát, hogy mi a jó Isten tevenyerreges baja van? Az begyógyszerezte magát. Parancsolsz.
hogy mi bajod van? Hogy kell? Mi az a jó istenes teve nyerged van? Rám baszta a villanyt! Oké, akkor az egyben a jóságnak legfontosabb a túléléshez, amikor az józanságot veszélyesen lecsökken, az életlen jelent a jótót helyreállításhoz. Jó, bocsánat, nem maradok a sötétbe, itt még a világosba. Mi van? Ez a sok kulcs. Ilyen sokszor próbált kijutni különböző kulcsokkal. Oké, túl sokáig maradok itt, mindig be fog kapcsolni a... Jó, ezek fontos tárgyak. Én begyógyszereztem magam. Ne szövegeljen senki se, jó? És akkor honnan szerezem meg a kulcsot? Csak úgy érdeklődök. Beragadt. Hát persze! Jó. De mindenhova lehet tenni egyébként ilyen... De amúgy ez egy ilyen nyugi szoba? Hát nem tudom. Egyébként biztos a másik szobába kell csinálni valamit, mert ott a fürdőszobán keresztül, amikor átmentem, hogy abban a szobában kell lennie valaminek. Csak szereznem kéne gyufát, vagy valami hasonlót. De ugye minden be van zárva, tehát ugye ez így elég nehéz. Na mindegy. Megint be van stresszel. Mitől stresszel? Megijedtem a talizit. Mitől stresszel a csávó? Csak úgy érdeklődök, nem szimpla izé. Csak ki van a faszom? Vagy most mi? De várjál már, ez eddig is itt volt!
Hát ez mi? Hát megvizsgáljuk. Sör! Ho-ho-ho! Az kéne nekem most. Nem. Fő. Nem akarok oda bevenni. Ja? Nem van. Ó, van ott egy emelet is, jó van, van ott egy padlás. Igen, ezt már vártam. Ide lerakhatunk gyertyák. Nem lehet bőlet kiszedni, van, hogy ne... Baszom itt a gyógyszert. Még idegrángásom lesz. Kérem még itt valami gyógyszer, mert nincsen. Ó, áj, áj. Ó, ez mi? Fültisztító. Ja. Ah. Mit kezdjek vele? Valami értelmeset kéne keresni. Az anyádat. Így. Oho. Ohoho. Ja. Yeah. Megint valamitől ideges. Ezt mit idegeskedsz? Folyamatosan. Most tényleg. Hát én leszek mindjárt ideges. Hát ez most a... Valami Mária. Szűk kis szűz Mária volt. Jó van. Szétgyógyszerzem magam, halad itt. Mi van? Mi van?
Két kézzel fogom bezabálni a gyógyszereket. Két kézzel! Elraktam. Jó. De minek? Dinamikus tárgyak. Jó van akkor. Oké. Okay. Nagyon szuper. Cseréltem. What? Oké. Okay. Jaj, aha. Mi? Át lehet jönni a gyerek szobába? Az mi a fa? Az azért beteg? Nem. Ajaj. Beakad? Ez nem fog kifogyni? Na. Azért... Nem akartam... Mi? De... Ne azt! Ja? Jó, rá kell még jönnöm a mechanikára. Na. Ha itt maradok, akkor meg bekapcsol az a bigyóka, és attól lesz ideges. Jó, akkor ide fogok rakni egy ilyen izét. Természetesen. Csak természetesen. Mi bajod van? Vagyjál meg ott bent. Azt a kurva! Jó, bebasztam én is! Jó van. Ami repkes kulcsot kéne keresni. Ja, értem. Az elektromos szimbólummal ellátott kulcs. Azt honnan vágjam, hogy mi az? Csak érdeklődöm, tehát így nem beszólni akarok. Hát ezt nem nyitja. Elektromos kulcs. Ja, a garázsszoba... Na várj, a garázsszoba kulcs a... Laundry szobában van, a mosókonyhában, a zsebébe a babigyónak. Persze, hogy beragadt. Anyádban nem ragadt be véletlenül valami? Meg hol a mosókonyha? Nekünk el kellett rakni, bazd... Szóval nekünk el kellett rakni a mosókonyhát valami akkora nagy házba, hogy ne találjam meg. És akkor így sétálok, sétálok, mendegélek. Pügypürüntjű. Ez meg itt nem működik. Mi van?
te most miért vedd be gyógyszert már megint? Nem akartam bevenni gyógyszert, csak azt hittem, hogy nyomj meg azt a gombot, és akkor izé, megjavítja. Jó. Most vettem be gyógyszert, idegesítsé föl. De amúgy nem is értem, most vett be gyógyszert, az már ideges. Szar a gyógyszered. Ez mindjárt úgyis itt megszólal. Itt a laundry szoba valahol. Na! Mi tudjál már? Ne kapcsolgass rám a villanyt! Majd én tudom, mikor kell kifizetni a villanyszámlát. Ez itt a fürdő, nem? És akkor... itt a budi. Fogkrém. Mi ez? Ibuprofén. Azt kéne nekem! Ibuprofén. De ez nem a mosókonyha. Most találtunk egy kulcsot. Kérdés? Ez a kulcs hova való? Mert halvány lila főgőzöm sincsen. De bemegyünk a gyerekhez, hát megőrülök. Fura dolgok vannak itt. Engem felbasz ez a maci, meg ez a gyere, ez a nagybaba. Esküszöm. Várj, akkor ezt nyitja. Nem. Nem. Jó. Megpróbáljuk a lenti izéket kinyitni. Ezt nem tudom itt használni. Ez mi? Ja. Jó van, gondoltam. Na, ez, na. Pont ilyenre gondoltam én is. Na mert van, azt mondja, ez a lámpa, vagy nem? Nem. Ez. Javítsd már meg! Úgyhogy megfelelően működik. Hát akkor miért nem kapcsolódik föl? Na, nem az a kapcsoló. Akkor... azt most melyik? Akkor várjátok, van még lent ez, az ajtó, ezt mindjárt megnézzük. Ja, mert ezeket így kell kinyitni. Ezt itt nem tudom. Akkor nem. Saját házamon azt sem tudom, mire valók a kulcsok. Hogy melyik kulcs melyik ajtóhoz való. Hát nekem akkor nagyon kell egy ilyen ház. Konyolod rám a mennyezet. Ne kapcsolj! Az anyádat!
Mit nem érted, hogy itt én lakom? Már mindenhez kipróbáltam. Tehát már nincs a házban. Nincs a ház... Én felhívok valakit. Halló? Akkor nem. Tehát a konkrétan a házban már minden ajtót kipróbáltam. Azt is itt van ez lent. Ugye ez kinyílt, nem tudom minek, de kinyílt. Oké. Akkor fent az emeleten, kérem tisztelettel, tisztelet teljesen mondom, hogy itt minden ajtó kinyílt, és itt láttam meg azt a repkes kulcsot. Na már most az a kulcs, itt mindenhol rendítsek. Na már most bejövök ide, ebbe a retkedékbe. Ide. És nem tudom használni. Mert ez egy ilyen fontos tárgy. Na várjál, most megvizsgáljuk. Egy ilyen bzzjel. Meg ilyen hattyúbigyó izé van rajta. Nem tudom, nem tudom. De ehhez nem jó. Oké. Oké, nem jó. Akkor... Mr. Cica. Hát ez eléggé Mr. Kupanyád. Most nem. És akkor itt van ez a mocsok gyerekszoba, ahova át lehet menni a szülőkhöz. Nem tudom, hogy milyen indítatásból, de biztos. Ez aztán egy gyógyszerezte magát. Ez nem... Ez... Tiszta fej, vagy mi? Head clear. Igen, tiszta fej. Jó van. Menj már be! Milyen? Micsoda táska. Így. Na jó van, én amondó vagyok, hogy szerintem már én ezt az játékot eléget kipróbáltam. Ebben a mondjuk majdnem 45 percben. Úgyhogy... mit még... Bekurta az ajtót. Tehát... Majd bimbambozni fog itt mindjárt ez a retek. Ide kéne valahogy bejutni. Na jó, ezt még nem csinálta. Oda meg úgy kéne bejutni, hogy azon az ajtón, ezen az ajtón keresztül. Mert ez az ajtó vezet be oda, pontosan. Hát akkor felgyújtom az ajtót, hát most berakott. Szerintem akkor nézzük meg azt, hogy ki tudunk-e menni. Én kimegyek. Nem megyek ki. Segítség! Van itt egy szám, aki lekapcsolgatja itt a villanyt, az azt hiszi, hogy ő fizet itt a az áramot. Jó van, akkor. Szerintem én úgy döntöttem,
hogy elmentem a játékot. És mert elmentettem a játékot, úgy döntöttem, hogy ebből nekem most, jelen pillanatomban úgy érzem, hogy elég is volt. Elég is volt. Úgyhogy majd folytatni fogom következő alkalommal. Még egy kicsit, mert annyira parás, tény és való, hogy parás, sőt nagyon. Mármint, hogy a hangulata az így, érted? Értitek? De... Fut lesz futás is. Hát, jaj, de jó lesz nekem. Mindegy. El fogok olvasni róla mindent. Hát, ha jobban fog menni. Igazából ezeket a részeket mondom, hogy csak bemutatónak szánom. Hogyha van olyan egyébként, ami megtetszik, mint a Konárium, akkor tovább fogom játszani. Ezt is egyébként ilyen előjáróba, tehát hogyha valami olyan játékok belekezdek valamibe, de mondjuk nem folytatom, azt szerintem az mondani is fogom talán ugye a végén. A Maris az nem ilyen lesz, ezt nyugodjatok meg, azt a Mari néni is, hát azt be fogom fejezni, csak nem tudtam és sosem magamat rávenni arra, hogy leüljek és videózok, mert attól a játéktól tudom, milyen az a játék, és nagyon-nagyon fosok. És annyira nem élvezem, hogy annyira fosok. Értitek? Szóval, de ígérem, folytatni fogom, csak ahhoz sokkal nagyobb energia kell és erőbefektetés. Meg kedv, főleg. Na már most. Igen. Úgyhogy, mondom, előjáratlag most ezt így eddig ennyi. A következő részekben szerintem majd, ha lesznek, de egy még biztos, hogy lesz szerintem. Ki fogom próbálni, hogy milyen map idegesít, hogy nem tudom, mit kell kinyitni azzal a repekkel. Mindegy. Másrészt egy kipróbálásnak szerintem ez bőven, hogy elégséges volt. Úgyhogy, végül is köszönöm szépen, hogy itt voltál és hogy megnézted, ha még úgy vagy a csatornán és még nem vagy feliratkozva és tetszett ez a rész, vagy látnál esetleg tőlem másfajta videókat, vagy nyugodtan nézzét a csatornán, találhatsz egyébként többfajta horrort is, de különböző egyébként más stílusú játékokat, szóval nyugodtan nézz körbe. Továbbá nyugodtan használjátok a like, illetve a dislike gombot, ne féltek tőle, az órám szerint aktív vagyok, remek, mert így hadonászok. Na mindegy. Illetve nyugodtan a komment szekcióban írjátok ki a véleményeteket, hogy tetszette, nem tetszette, vagy mi történt. Teljesen mindegy, nyugodtan írjátok le a kultúrát formában. Ha már fel vagy iratkozva, és még nem nyomtad meg a kis icipici csengő gombot, akkor az nagyon-nagyon fontos megnyomni, hiszen a YouTube anélkül nem küld értesítést arról, hogyha bármi nem úgymond videót feltöttem a csatornára, egyébként az nagyon-nagyon fontos és lényeges, mert tényleg csak akkor megy neked ugye értesítés, ha az be van nyomva. Esetlegesen előfordulhat, hogy néha még az se szól, de ez nagyon-nagyon ritkán fordul elő, ha mégis, akkor lent a leírásban találsz egy Discord szervet, ahol érdemes egyébként csatlakozni. A Discord egyébként az mindig jelezni fog neked arról, hogy bármit feltöltöttem a csatornára. Másrészt pedig nyugodtan ott lehet keresni ugye úgymond haverokat, játékhoz, vagy csak úgy csetelni, vagy csak úgy ismerkedni, stb. Nem kell félni. Ne forsatok, béke van, ott mindenki rendes. Ha mégsem, akkor nekem szólni, és egyébként nyugodtan rám tudtok írni privátban, nyugodtan. Írjátok meg, el fogom olvasni, és kezelem azt a problémát, úgyhogy nem kell aggódni. Ott egyébként sűrűben egyébként elérhető vagyok, illetve nyugodtan ott lehet, idézőesen lehet zaklatni. Úgyhogy találkozunk is legközelebb is ezzel a játékkal, szerintem még adott neki egy lehetőséget, úgyhogy sziasztok!